Mi szocializmust akarunk, áll az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom közleményében. A párt éles kritikával illeti a profithajház kapitalizmust, amelynek magyarországi változatát kliens kapitalizmusnak nevezi. Vendégünk Szanyi Tibor. Tavaly tavasszal kezdte a pártja az Igen Szolidaritás. Hát ez alatt a 3/4 év alatt elég messze jutott. Tehát akkor igazából nem nagyon lehetett látni azt, hogy merre felé megy ez az irány pontosan, de most ugye itt van a mai kommuniké, miszerint szocializmust. Ezt követelnek. Ezért dolgoznak, ez a céljuk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A szocialista Magyarország visszatérne? Nem vissza, hanem előre. Tehát gyakorlatilag, hogyha ezt korrekt módon kezeljük, és nem vihorászunk a dolgokon, meg nem ilyen sztereotípiákban gondolkodunk, hanem tényleg arról beszélünk, ami a szocializmusnak a tényleges tartalma, azt kell mondjam, hogy az az emberiség évezredes álma, tehát a társadalmi javak minél igazságosabb elosztása. De ez megbukott? Ez látható? Hát attól függ, hogy hol nem? És mikor. Szerintem egyáltalán nem bukott meg, eszmeiségében semmiképpen, tekintettel arra, hogy nem akarok túl messzire visszamenni, de például a Krisztusi Tanok mindegyike sokkal közelebb áll a szocializmus gondolatához, mint egyébként nagyon sok más ideológia. De ettől függetlenül mi nem a mondjuk így a negatív vagy a kudarcos ügyek mentén gondolkodunk, hanem pozitív ügyek mentén. Példának okáért Svédország esetében ott tulajdonképpen szinte megvalósult szocializmust látjuk, hova tovább 100 éve, az már inkább lehet minta, mint bármilyen olyan ügy, ami úgymond korábban megbukott, de mi nem szeretnénk, hogyha mi törekvéseinket mindenféle zavaros diktátoroknak az ilyen-olyan kísérleteivel próbálnak összehasonlítani. Így viszont elég nehéz lesz leírni, mire gondol, de most megkérem, hogy tegye meg, mert ugye Svédország például királyság. Igaz, hogy a király olyan, mint egy polgárember, de mégiscsak az ott egy királyság. Szocializmusnak semmiképp nem nevezhetnénk. Milyen az önszocializmus? De miért nem nevezhetnénk szocializmusnak? Az egy társadalmi berendezkedés, az nem államforma, az egy társadalmi berendezkedés. Na, de az milyen? Akkor még egyszer köszönöm a lehetőséget. Elmondhatom, a társadalmi javak minél igazságosabb elosztása. De ezt fejtse ki, kérem. Hogy gondolja? Kérem szépen, hát először is úgy, hogy alapvetően nem lehet azt tovább tartani Magyarországon ezt az elnyomorodást, ami van, sőt, mi több. Ebből nem csak kitörni kell, hanem ennek rendesen a helyére kell tenni a dolgokat. Jelen pillanatban a csupa, tiszta gazdasági adatok alapján Magyarországon minden további nélkül dupla akkora lehetne minden létező munkabér, minden létező szociális juttatás, mint amilyen most. Hova tűnik az a dupla annyi bér? Ez egy nagyon jó kérdés. Kérem szépen, a munkáltatók most erre azt mondanak, hogy ők ezt nem tudnák kifizetni. Kapitalizmus kritika nélkül nem lehet, hát most hazudoznak össze-vissza. Nézzük meg az adriai kikötőkben fetrengő jaktokat. Szóval meg ezeket a látványos gazdagodásokat, amik Magyarországon vannak, vegyük végig a top 100-at, meg egyebeket. Szóval nem mondjuk azt, hogy itt nincsen pénz. Hát úsznak, fetrengenek, fürdőznek a lóvéban a gazdagok, vagy a nemzeti kliensek, vagy nagytőkések. De ettől függetlenül, hogyha csak annyit tennének rendesen a közgazdászok, hogy azt mondanák, hogy kérem szépen nézzük meg, hogy Németországban csökkentsük a magyar adatokat a hatékonysági különbözettel. Pont ugyanoda jutnánk, amit azért említettem, hogy kb. Dupla akkora kéne, hogy legyen Magyarország. Nettó 200 ezer forint minimálbér minden további nélkül kiférne a mai gazdasági realitásra. Előbb mente Kordás László, szerintem belemenne. Viszont hogy jutunk el ide? Mindenek előtt azt hiszem, hogy és hisszük, hogy alapvetően a jövedelmi pótlásokat kell az emberek felé megtenni. Nem véletlenül beszélünk mi egyébként háromszoros családi pótlékról, tehát 37.500 forintról, ugyanekkor a korpótlékról a nyugdíjasoknak, és egyébként ugyanennek nincs köze az alapjövedelmi filozófiákhoz, de egy 100 000 forintos szociális minimál jövedelmet ugyanúgy elengedhetetlennek tartunk. Jövedelem, pénzt az embereknek, innen kezdődik az egész dolog, és ez már a válság előtt is így lett volna, most a válság miatt aztán végképp. Nem mondaná erre azt egy közgazdász, hogy kifosztaná az államot? Hát az államot jelen pillanatban nem. Mert ez már megvolt. Az államot nem a szociális intézkedések fosztják ki, az államot egyébként a tolvajok fosztják ki. Példának okáért az a nemzeti burzsoázia, akit egyébként Orbán Viktor üzemeltet. Ők rabolják ki az államot. Mindannyian röhögünk hova tovább az, hogy jaj, most éppen nem nyert, most éppen nyert Mészáros Lőrinc, meg minden. Szinte, vicc kategóriájában megy, ami Magyarországon az államkaszta fosztogatását illeti, repkednek a 100 milliárdok a különböző alapítványokba, meg egyebek. Ezekből a
pénzekből már rég meg lehetett volna oldani azokat a tulajdonképpen apró dolgokat, amiről én beszélek. Tehát a szocializmus valójában az az igazságosság felé mutató törekvés, és egyébként vegyük a világpéldákat. Bernie Sanders nagyon hosszú ideig potens elnökjelölt volt az amerikai elnökválasztás, de szó szerint a szocializmus gondolatával kampányolt. Slavoj Žižek, a jelenleg legszellemesebbnek tekintett filozófus, szintén egyébként azt mondja, hogy ebből a mostani válságból csak a szocializmus révén lehet kimenni, mi több egyébként a nyugat-európai, amerikai testvérpártok, tehát baloldali pártok, minden további nélkül szocializmusról beszélnek, nem értem, hogy miért kéne ettől nekünk Magyarország. Hát talán mert mi kipróbáltuk, és annyira nem vált be. Nem próbáltuk ki. Nem az volt? Nem volt. Ez, tulajdonképpen most ezer egy rezsimet föl tudnék sorolni, ami hivatkozott, hogy micsoda, az kiderült, hogy nem. A Fidesz rezsim se az, amiről ő beszél. Hát ezer egy botrány mutatta, hogy az az értékrend, amit ő hirdet, az nincs. Dupla akkor a fizetése szerintem mindenki bólint. Tehát, hogyha most hallgatják a nézők, amiket mond, akkor azt mondják, hogy persze, hát adjon több pénzt, hát na. De a szocializmus szóra szerintem kevesebben rezonálnak jól. Nézd, én ezt nem tudom. Én annyit tudok, hogy ezzel a programmal, amivel mi mentünk eddig, amúgy egyébként annyi történt csak most, hogy nevet adtunk a gyereknek, mert egyébként a programunknak, amit tavaly hirdettünk meg, minden eleme ezt támasztja le. Egy millimétert nem kellett visszakoznunk a programunkból, csak egyszerűen elnézést, a krumpli leves legyen krumpli leves. Tehát egyszerűen ennek neveztük el, ami tulajdonképpen ez tartalmilag. Tehát és egy Kádár János idézettel áll elő. Nem, lehet, hogy ez egy jót kacag, de azért azok a milliók, akik ma Magyarországon nyomorognak, és azért még visszaemlékeznek, hogy ők vagy a szüleik, volt időszak, amikor nem nyomorogtak, akkor azért nem biztos, hogy ilyen jót derülnénk ezeken az összefüggésekkel. Nem ezen mosolyogtam, hanem egyrészt tolja el magától azt a fajta szocializmust, amit mindannyian fel tudunk idézni. Másrészt meg Kádár Jánost idézni. Beszéljünk világosan. Nem véletlenül idéztem Kádár Jánost. Kádár rezsimnek is, és ugyanúgy az Orbán rezsimnek, a Gyurcsány rezsimnek vannak elengedhetetlen, vagy elvitathatatlan érdemei, és elvitathatatlan bűnei. Magyarul, nem a bűnökből szeretnénk kiindulni, hanem az érdemekből. És az, hogy tulajdonképpen évezredek után, vagy évszázadok után Magyarországon úgy, ahogy, de azért mégis megemelkedett a tömegeknek a jóléte, a relatív jóléte, azért az páratlan volt, és ezt nem lehet elvitatni a Kádár rezsimtől. Most aztán, hogyha most arról lesz, hogy ki tudja jobban szídni a egyik vagy másik rezsimet, ezt is lehet csinálni, és nem fogom letagadni, hogy a Kádár rezsimnek is voltak óhatatlan bűnei, mint ahogy mindegyiknek volt. Sőt, most kibukott, meg ki nem bukott, meg az összes eddigi rendszerváltás óta való kormány megbukott, hiszen nincs olyan miniszterelnök, aki még ne bukott volna, hát meg Orbán Viktor is ideért. Egy dolgot kétségtelenül elért, egy pártnak kell, hogy legyen olyan szlogenje, olyan mondani valója, amivel figyelmet kelt. Szerintem. Nem, ez egy tartalmi kérdés. Ez egy határozottan tartalmi kérdés. Ez nem valamiféle propagandisztikus, de egyébként én biztos vagyok abban, és ön is biztos lehet abban, hogy Magyarországon bőven van annyi pártolója ennek a gondolatnak, mint amennyi mondjuk egy országgyűlési képviselethez szükséges. Ez viszonylag gyorsan ki fog derülni, van rá nem egészen másfél év. Ezen dolgozunk, hogy erős baloldali frakció legyen végre a Magyarországgyűlésben. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm én is.